adomány érkezik csütörtökön a fogadóba, pedig ezen a napon nem is tart nyitva, csupán egy forgatás erejéig tekinthettünk be a kulisszák mögé. Ez is mutatja a népszerűségét az új adománykezelő háznak, mely Adivárosban az egykori kék diszkont helyén kezdte meg működését október elején. Az országban egyedülálló központ három győri szociális intézmény és az Audi Hungária összefogásával valósult meg. Az első közel három hét tapasztalatairól Rákosi Tóth Rita, a Család és Gyermekjóléti Központ igazgatója beszélt híradónak. Nagyon örülünk, hogy a fogadót meg tudtuk nyitni három héttel ezelőtt. Heti három alkalommal van nyitva, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási sikere van a győriek között, mind a telefonvonalaink égnek, amin kérdéseket lehet feltenni az adományokkal kapcsolatosan, illetve nagyon sokan összesen eddig 114 el jöttek a fogadóba, ami, ha kiszámoljuk, az 30-40 embert jelent a nyitvatartási időben. Nagyon örülünk ennek. Az emberek nagyon lelkesek, sok, nagyon sok ruhát kapunk, most jelen pillanatban 80% az adományoknak ruha, de gyerekjátékokat, kisebb háztartási eszközöket is hoznak le szívesen, és nagyon sokan érdeklődnek. A fogadó heti három alkalommal tart nyitva, hétfőn 16 és 18 óra között, szerdán 13 és 15 óra 30 perc között, és pénteken 10 és 13 óra között, ekkor bárki behozhatja adományát fajtánként, tehát gyermek, felnőtt ruha, férfi, női ruha, téli, nyári. Külön szétválogatjuk, és ezeket a, az szétválogatott adományokat egyrészt felhasználja a, a, gyermeki, a, család és gyermekjóléti szolgálat, az arra rászóló családoknak, másrészt pedig a hajlítanokat segítő szolgálat tudja hasznosítani ezt a krízis lakásaiban, illetve magában az intézményben. Ez kevésbé hasznosítható számunkra is, hiszen látjuk, hogy koszos, nem is tudjuk, hogy fel lehet-e fújni. Nézzük. Ez talán egy asztalterítőként működhetett valamikor, de szakadtat mi sem szívesen adunk ki. Illetve nekünk az segítség, hogyha tiszta holmikat hoznak be, mert mosásra nincs lehetőségünk, és ez is, amint látjuk, hogy elég koszos, valamint a funkcióját vesztett dolgokat sem nagyon tudjuk felhasználni. Az eddig beérkezett adományok egyharmadát nem tudják felhasználni a központban, ezért azok szemetes zsákokban végzik, és a szeméttelepre kerülnek. A fogadót vezető szervezetek képviselői arra kérik az adakozó lelkű győrieket, csak olyan dolgokat hozzanak az adományközpontba, melyek megfelelnek a kritériumoknak. Nagyon fontos az, hogy ezeket a ruhákat, amiket behoznak a számunkra, mert nagyrészt azért ruha adomány érkezett, ezeket mi ugye szeretnénk kiosztani családoknak, és azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb, hogy olyan ruhákat hozzanak be, amit maguk is felvennének. Természetesen az, hogyha már egy kicsit használt a ruha, az nem probléma, de hogyha szakadt, vagy félpárcipő, vagy nagyon sokszor találkozunk sajnos azzal, hogy magában az adomány csomagban szemét is van. Ez ugye a központ számára is feladatot jelent, hiszen ezeket mi sem tudjuk kiadni. Ezeket el kell juttatnunk olyan helyre, ahol biztonságosan tárolhatók. Tehát nagyon fontos az, hogy ne lomot és ne használhatatlan eszközöket, hanem mindenki számára hasznos és felhasználható dolgokat hozzunk. Az adományok nagy része, közel 80 a ruha, de az intézmény vezetők szeretnék azt elérni, hogy az elkövetkező időszakban ez az arány 40 ra csökkenjen, és a 60 ot inkább a tartós élelmiszerek tisztálkodási és tisztítószerek tegyék ki. Több akcióval is készülnek a jövőben, jelenleg a Pelenka kampány zajlik elsősorban azt várjuk, hogy az otthon lapuló, vagy otthon már feleslegessé vált pelenkákat hozzák el, amit a fiókban találnak, nem akarták kidobni, de azt gondolják, hogy másnak még hasznos lehet egy részről, másrésztről pedig azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy erre hajlandóak költeni is, hogy másokon segítsenek, azok pedig menjenek be akár egy drogériába, és vegyék meg ezeket a termékeket. Az akció november 17-ig tart, de ahogy az elhangzott nyitvatartási időben továbbra is bármilyen új vagy használt de jó állapotú holmi, tartós élelmiszer háztartási eszköz, gyermekjáték behozható. Érdeklődni a részletekről a 0620 514 24 57-es telefonszámon lehet.